ezt idén kihagyjuk. Ez nem semmi. Meddig áll a sor vége, most már kíváncsi vagyok. Mennyi időre van nyitva egyébként a... Ja, hogy csak ezen a napon? Igen. Gratulálok hozzá. Ja, akkor azért van ez az izé. Háromkor visszanézünk. Hát nem, addigra szerintem elfogyott meg, csak ez a mindenki, tudod. Csak egy napig van nyitva, jöjjünk ide nyitásra, mert máshogy se jön ide nyitásra. Ez így oké, de inkább az a megdöbbent, hogy ez mennyire érdekli az embereket. Igen. Viszont jól lehet. Most ti mentek, vagy nem mentek? Akkor mi a következő terv? Húha! Turn left! Az meg! Na, akkor most ezt még megnézem, hogy tényleg meddig áll a sor vége. Oké, okay, igen, aha. Értjük. De, sina, persze. Azt a kurva élet. De baszt, és még ott kígyózik tovább, vissza. Villamosnak a vonala, most jelen pillanatban tele van lassú jelekkel. Egyébként jobbkezes édesanyja. Szabad itt kerékpározni? Csak úgy kértem, hogy szabad-e itt kerékpározni, de szerintem nem. Érdemes lenne írni, de ez azóta hiába írtuk meg a tervezetet, azóta elég érdekes, mert nem volt benne fejlemény. Akadályozza a tűzoltókat abban, hogy eljussanak a katasztrófa védelme. Nálunk ez annak idején úgy ment, hogy ugye volt, talán jól emlékszem, akkor 5 lakás a negyediket, és azt csináltuk, hogy közvetlen ugye az első lakás.
és azt gondolod, hogy ez közlekedésünk, ez nappali menetfény. Az nincs leaszfaltozva, ez kirajzolta oda be, úristen! Az csak kavicsos út, he! Ezt majd kijavítjuk. Most már szépen lassan ideje lenne világítást kapcsolni arra a kerékpára, ha lenne rajta. De sajnos az nincs. Most beugrottam. Kicsit majd el azt hiszem. Ja, hát ebben ez a szép. Itt úgy áll meg, úgy világítás nélkül. Ja. De mindjárt letolom, aztán kinek, kinek a harisnyakötőre indul be a fantázia, kinek meg egy cirkus. Na, a rendőr is belemegy a kereszteződésbe, úgyhogy nem tud kisorolni belőle. Bele bizony! Ezt nem mondtad? Hú, álljunk be a Volga mögé! Álljunk be a Volga mögé! A Volga, a király! Ki a király? Pont középen fogsz menni, vagy hajlamos vagy elengedni? Így adott nekem utat.